A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit és hallgatóit. Nagyon a szezon végén járunk, de hát ilyenkor is történnek még olyan dolgok, amelyekről akár hosszasan is lehet beszélni, olykor nem túl vidám hangulatban, de hát a világ megváltása az már csak ilyen. Egyébként azért volt rajtam ez a tesztfutásos póló, mert a szezon vég, vagy ha úgy tetszik, a nyári időszak kezdete hagyományosan a tesztfutás, és ezen itt Székesfehérváron Pünköst hétfőjén megint nagyon-nagyon sokan voltak, úgyhogy jó volt látni a Várkörúton, hogy aktívan sportol a fehérvári közösség, és természetesen buzdítunk erre mindenkit, amikor épp nem tévét néz, vagy az interneten minket. Szóval jó volt a tesztfutás, nem tudom, hogy a vendégeink érintettek voltak, hát ha más nem, elolvasták a róla szóló híreket, de alapvetően azért olyan sportágokról beszélünk, ahol szintén sokan voltak, de aktívan azért kevesebbeket érintett. Itt van velünk Ferenczy Nagy Levente kollégám, aki azon kívül, hogy itt a média centrumban szerkeszt és iradó anyagokat készít, aktívan veri a dobot a videóton B közepében. Két gólt is megünnepelhettél a hétvégén, amelyeket utána aztán elvettek, úgyhogy ez nyilván forró és aktuális téma lesz az egész VAR borzalommal együtt, és hát nyilván ennek a eseménynek szemtanúja volt Mátai Balázs kollégánk is, aki szintén ott volt a Sóstói stadionban a szezon utolsó mérkőzésén. Horog László pedig egyszerűen mindig mindenhol ott van, tehát ezt felesleges is említeni, hogy neki mindenről van határozott és markáns véleménye. Lehet, hogy az, akinek kezdenem, hogy gratulálok a paksi ezüstéremhez Lacinak, akiről már többször bebizonyosodott, hogy gyakorlatilag a paksi csapat szívét jobban a sorsán viseli, mint a videótonét, de hát nem baj, ilyennek is lenni. És a kupagyőzelemhez? Az nem gratulálsz? Melyiket? Kupagyőzelemhez. Ja, igen, és a kupagyőzelem, tényleg. De képzelem, micsoda éjszakáid lehettek Laci mostanában a Pakson. Viselkedjél rendesen. Természetesen örülök az ő dobogójuknak, jobban örültem volna a videóton ezüstjének. Miután már a Paks megszerezte a kupagyőzelmet, így lett volna teljes a szezonom, de most az élet másként irányította. Hát pedzegettem itt tulajdonképpen, tényleg csak egy ilyen rossz poénnak szántam, meg hát egy olyan felvetéstek, amit azért dobok föl, hogy aztán úgyse igazolódjon be, hogy mennyire keserű csalódás lenne, hogyha azok után, hogy a Vidi az egész tavaszi szezon gyakorlatilag a dobogón töltötte, a legutolsó fordulóban, a legutolsó pillanatban lecsúszik róla. Pont ez történt, és olyannyira a legutolsó pillanatban, hogy ugye még a 90. perc után is sikerült gólt szerezni, amire ősszel például nagyon sokszor volt példa, hogy ezzel pontokat szerzett a Fehérvár, de idén a VAR kocsiban vagy karakó sportás fejében valaki máshogy gondolta, máshogy gondolkozott. Úgyhogy nem tudjuk nyilván nem azzal kezdeni, hogy ez a Vidi Diósgyőr meccs, amely ugye gól nélküli döntetlennel ért véget, és így a felcsút az utolsó pillanatban beelőzött a dobogón. Ez mennyire szólt ezekről a játékvezető ítéletekről? Mindig ilyen filozofikus kérdés foci meccsen, hogy persze, hát egy ítéletre ráhúzzuk, de ott volt még 90-valahány perc. Most az egész szezont lehet így nézni, hogy igen, ha Kisvárdán nem játszik olyan rosszul a Vidi, ha nem kap ki, ha nem veszít pontokat, nem tudom én, az Alaegerszeget egyszer meg tudja verni. Tehát nyilván sok minden ha van, ami a sportban nem számít. Tehát mégis itt ezen a meccsen azért az adott témát, hogy én azt mondom, hogy mind a két elvet fehérvári gólnál annyira millimétereken múlott, az elsőnél ráadásul ugye jó néhány érintéssel korábban, hogy szerintem, hogyha ha a futball szellemét nézzük, és nem csak a szabályok betűjét, akkor legalább az egyiket azért meg kellett volna adni. Mindenképpen. A másodikat teljesen egyértelműen, mert akárhogy vonalazgattak, meg akárhogy próbáltak ilyen mémekben mindenféle ferdevonalakat húzni, legrosszabb esetben egy vonalnak tudom azt minősíteni, amit ugye meg kéne adni. És ugye eleve a támadó focit támogatjuk című fejezet van ennél a szabály pontnál, mégis azt látom, hogy ha nem teljesen egyértelműen van egy csatár lesen, akkor inkább, akkor nincs egy vonal, akkor nem adjuk meg a gólt. Ez a vonalazástól, ettől egyébként is megőrülök, megmutatják nekünk, hogy hova húzták be a VAR kocsiban a vonalat, most itt nem látszik előttem, de mondjuk, hogy ezt a papírt ide a pohártól nem tudom én 3 mm-re teszem le, akkor lehet, hogy nem lesz, hogyha ott állna valaki, ha egy
két milliméterrel arrébb húzom. Akkor már. És akkor tényleg az történik, hogyha itt belóg egy kéz, meg itt egy vál, itt egy 45-ös cipő helyett mondjuk egy 43-ast húz fel valaki. Szóval ezek olyan dolgok, amik egyszerűen nem befolyásolhatják a végeredményt. Nem gondolom, hogy az lesz, hogyha valakinek tényleg mondjuk a 46-os cipője belóg, és akinek meg 45-ös van, az már akkor nincs lesen. Tehát igen, ez a támadó foci támogatása, ezt is nagyon sokszor elmondták a VAR kapcsán, ilyen minimális eseteknél számomra egészen érthetetlen, és egyébként nyilván nem csak a Vidivel fordult ez elő, vagy nem csak ezen az egy mérkőzésen. Nem, de egyébként tényleg mind a két gól olyan volt, amit meg lehetett volna adni. Nagyon a szabályokat nézzük, az első igen, lehetett lesz. Bár ott is két dolgot azért kifogásolnék. Szerintem ez egy új játékhelyzet volt az elsőnél, mert beívelte a labdát, azt kifejelték. Ráadásul a Sigér nem a kapu felé mozdult akkor, hanem a sarka volt a vonalon túl, és visszafelé mozdult. Tehát milyen előnyt szerzett, már bocsánat, akik a szabályt kitalálták, a Sigér abból, hogy az ellenfél kapuja, nem az ellenfél kapuja felé, tehát nem támadólag lépett fel a labda felé, hanem visszafelé mozgott. Azt, hogy utána oda fejelték elé a labdát, ez egy új játékhelyzet, és utána ő beívelt, amiből gól lett, szerintem ez is eléggé kifogásolható, hogy nem adták meg. Lélektanilag pedig az főképp, hogy mind a két gólnál hagyták jól kiürülni a csapatot, amikor már fejben máshol vagy, szóval máshogy reagál, főleg a másodiknál, ott már mindenki bent volt a pályán, edzőstől, gyúróstól mindenki, és Karakó mind a kettőnél elsőre középre mutatott, várt egy kicsikét, és akkor mondták, hogy ja, pocsi, mégse, szia. Mindig nagyon érdekes, és sokat elárul egyébként a másik csapat reakciója. A diósgyőrieken mind a két gólnál azt láttuk, hogy hát jó, bekaptuk. Lehajtották a fejüket, mentek középkezéshez. Tehát egy felemelkedő kéz nem volt, hogy mondjuk egyértelművé tegyék a dolgot. De az elsőnél volt, mert én végigfotóztam, és megnéztem a fotóimat, az elsőnél emelgették a kezüket, és mutogattak, hogy lökött a Karamoko. Tehát azt mutogattak. A lökés. Igen. De egyébként nem volt lökés, mert szerencsétlen ilyen kicsavart testmozdulattal felugrott, visszastuk, ez nagyon szép gól volt, de mondom, a másodikért abszolút lehet ordítani, az elsőért, a szabályok szellemét be lehetett húzni, de az is, szóval eleve lesz szabály rossz. Azért ott van a stadionban, akik ezt megünnepelték, és hát levíti különösen, gondolom, a B közép, vagy a Red Bull Devils ott. Mi mindig ünnepelnének. Mered a dobját, igen, tehát hogy ott azt a tombolást, hogy egy bajnokság utolsó percében végre begyötörsz egy olyan gólt, amivel megszerzi a csapat ugye az érmet. Tehát duplán vagy triplán számított ez emocionálisan is mindenkinek, és akkor egyszer csak azzal szembesülni, hogy édes Istenem, hát ezt is elfogja ez a hülye venni. Tehát, hogy nem tudom mekkora, mennyire lettek leforrázva. Hát, megmondom őszintén, hogy két perccel később észleltem, mint hogy megjött az ítélet, hogy nem adták meg, mert akkora öröm volt ott a stadionban. Egyszerűen volt az embernek egy érzése, hogy ezt a meccset egyszerűen nem akarták, hogy megnyerje a Vidi, de nem tudom, hogy így van-e. Minden esetre ezt a második helyet már régebben el kellett volna döntsük. Volt egy Zalaegerszeg elleni mérkőzés, amit meg kellett volna itthon nyerni. Volt egy Kisvárda idegenben, amit meg kellett volna nyerni, illetve volt egy Debrecen idegenben, amit szintén meg kellett volna nyerni, és akkor nem lenne most ez a probléma. Ettől függetlenül szerintem így sincs semmi okunk a szomorkodásra, mert így is felül teljesített a tavalyi szezonhoz képest a csapat, és ezt meg is mondtuk nekik a mérkőzés után. Szóval én így is büszke vagyok erre a szezonra, helyettük is. De hát nyilván egy kicsit fájdalmas ez most mindannyiunknak. Igen, ugye tényleg sportember ez méltóan viselte, azt gondolom a csapat nagy része, nyilván azért voltak indulatok. Ennek Szaráfimom egy kicsit kiírta az internetre, hogy mindenki bohóc, aki azt gondolja, hogy ez nem volt. Krisztenzen nyilatkozta, hogy nem is nézi vissza, mert teljesen minden ezt ma úgyse lehet visszacsinálni, ez ilyen valóban. Nyilván még mindig jobb valóban, mint egy kupadöntő utolsó másodpercében mondjuk megünnepelni a győzelmet, és aztán mégis vesztesként távozni a pályáról. Így negyedik lett a Vidi, erről beszélhetünk majd külön, nyilván, hogy akkor ez utólag mennyire egy jó szezon. Laci, te hogy látod ezeket a kétes szituációkat? Ha láttad egyáltalán? Az Vibe volt, tehát onnan semmit nem láttam. Én a Varkos szoborra szombatot a szívesebben nézek, mint a Varkocsira, úgyhogy az első gólnál 15 másodperc eltelt Karamoko góljáig, tehát önképpen az akció indulását fújták lesnek, én azt észre sem vettem. A gólt szabályosnak ítéltem. A második gól például akkora katarzis volt, hogy ott föl sem merült bennem, hogy ezt visszafújhatják. Mint ahogy mondtad is, hogy ott nem volt reakció a Diósgyőri oldalról, és amikor érzékelték, akkor mentek oda duruzsolni már a bíróhoz, és nekik a hatodik hely miatt ez nagyon fontos volt itt nyilván. MLS pénzek vannak, meg felsőházi vagy alsóházi, tehát önképpen ez mindig lényeges. Alói István
szoktam beszélgetni erről, hogy az ETA is, hogy az első hatban vagy, akkor ilyen csapatként kezelnek, és így is mutathatod magad, mint hogyha az alsóházban, illetőleg középcsapatként. De az biztos, hogy olyan érdekes dolgok kavarogtak benne, a lefújás után a Debrecenék ügyvezetője, Makrai Balázsral beszéltünk fél órát, és ő is azt mondta, hogy most így jött ki a lépés, tehát ők nem jöhettek előre az ötödik helyről, de olyan érzése volt, hogy minden ellenük szól, elegánsan fogalmazva, volt egy véleményes kiállítás, ők egy véleményes piros, így van, és ő is azt mondta, hogy olyan érzése volt, hogy ott nem az, hogy nem engedik őket nyerni, ott egy kicsit minden összeesküdött ellenük. Én például ugyanezt éreztem Fehérváron, és nem csak a két helyzet, ott volt olyan Diós Győri labdarúgó, akinek nem lehet volna szabad befejezni ezt a mérkőzést. Egynek biztosan, de az biztos, hogy az más kérdés, hogy aztán Karamokó kapussal szemben, nem szokott ilyet ő kihagyni. Aztán volt olyan utolsó emberként mentettek, akkor volt egy lövés, amiben minket találtak el. Tehát tulajdonképpen semmi nem szólt mellettünk, csak, és aztán a tegnap esti közszolgálati tévén az összefoglalóban is azért érintették a témát oly tekintetben, ami bennem is felötlött, hogy tavaly azért mi felcsúton óriási szerencsével bennmaradtunk, ha kiviszik varozni a játékvezetőt, akkor valószínűleg mi NB2-esek vagyunk, ezt már többször megbeszéltük. Igen. Utána rugott egy gólt még ugyan a felcsút, a 89. perc, de a 86. percben kapnak egy 11-est, én nem gondolom, hogy a Honvéd utána azt nem őrizte volna meg azt az egy gólt. Most egy kicsit az élet azt visszaadta, amit mi akkor megkaptunk, de és pont arra gondolok, hogy nemzetközi kupa, várjuk a sorsolást július 28-án vagy 25-én meccs a Sóston, tehát tulajdonképpen minden tökéletesen alakult. Ez egy kiváló szezon. Én ezt a benne lévők szempontjából nézem, tehát akik a pályán vannak és küzdenek egy gólért, és megszerzik, és megvan a győzelem, és megvan a dobogó, annak azt gondolom hiába mondott, hogy jó, de tavaly meg nekünk fújtak, meg tavaly ott volt egy olyan ítélet. Nagy egészében nézve igen, de egy sportember ott a pályán szerintem ezt azért nehezebben fogadja el. Hát most aztán abba belemenni, az mondjuk nem csodálkozom, hogy a köztévén ezt nem feszegették, hogy most ez miért alakult így, meg így kellett-e alakulnia. De tény, hogy például a Puskás Akadémia szerintem semmivel nem érdemelte meg jobban ezt a dobogót vagy a bronzért, mint a Fehérvár. Tehát, hogyha most rossz meccsekről beszélünk, meg kiegyensúlyozatlan teljesítményről, ott van egy, bocsánat, most csak lokálisan mondom, falusi csapat, amelyiknek kijár 572 ember a meccseire, időnként nyernek egyet, időnként borzalmasan játszanak, és itt az utolsó fordulóba beelőztek, mert egyébként körülbelül úgy nagy átlagban ott voltak, ahol a Vidi. Nem gondolom, hogy ez jogos, hogyha valaki tényleg úgy érzi, és ezek szerint Debrecenben is érezték, Fehérváron is, hogy itt ennek így kellett történnie. Miért kellene úgy történnie, hogy a felcsútnak föl kell jönni a dobogóra, de mindegy, ezt hagyjuk is. Annyit még talán, hogy ők azért berúgták azokat a helyzeteket, amiket sajnos mi nem. Így van, ezen az egy meccsen berúgták, más meccseken meg ők nem rúgták be ezeket a helyzeteket. Egyébként valóban, hogyha valakinek elsül a lába, mondjuk Katonának, aki ősszel azért nem kis gólokat lőtt, egyszer elrúgja 25-ről, és ez is beakad, akkor ezt a Diós Győr meccset is nyilván megnyereti a Vidi. Ugye az edzőjük, a vendégek edzője nyilatkozta, hogy csak a Ferencváros tudta így beszorítani őket. És akkor most abban tényleg meg végképp nem menjünk bele, hogy ez a Diós Győr milyen tényleg gyomorforgató módon vesztett két fordulóval korábban a kiesés elől bravúrosan menekülő Újpest otthonában egy tartalék csapattal 7-0-ra, hogy utána megverjék a Ferencvárost, és itt körömszakadtáig óvják a 0-0-át Fehérváron. Tehát ez vannak olyan etikai kérdések, amik szerintem már a magyar futball nagy egészéről szólnak, és szerintem elég szomorú lenne a bizonyítvány, ha ebbe belemennénk. Érdekes ez, mert a meccsúti szituációban én is gondoltam arra, hogy ez a Diós Győr azért ne szerezzen döntetlen Fehérváron, meg legyen meg az a bronzérem. A másik oldalon viszont tényleg egy nagyszerű szezonunk van, és úgy gondolom, hogy óriási szerencsével bejövünk a második helyre. Ahogy a Paks kihagyott két 11-est, lehetünk fel a másodikat is. De tegyük fel a második, vagy úgy, hogy tavaly utolsó forduló, utolsó 5 percében menekülsz meg óriási szerencsével. Most bejössz másodiknak. Jövőre leszel csak 8., mert az is benne van. Akkor micsoda drámaként élnénk meg. A negyedik helyről én úgy gondolom, hogy egy egészséges cél megcélozni a dobogót, tehát kimenni a nemzetközi porondra, koeficiens miatt nem az első, hanem a második selejtező körbe kezdünk. Jön az Örmény vagy az Azeri bajnoki negyedik, megverhető, utána szerencsével mehetsz még egy kört. Tehát tulajdonképpen nagyon jól megágyazhatunk egy kimondott a jó szezonnak, ahol tényleg az idei negyedik hely után egy reális cél lehet az, hogy legyünk bronzérmesek. Laci mindig pozitívan látja a világot, tudtam, hogy ő nem fog azért nagyon kemény kritikai véleményt megfogalmazni, de Levi is azt mondta a Vidi szurkolók B közepének tagjaként, hogy tulajdonképpen egy csodálatos szezon volt. Balázs, téged azért kérdezlek, mert te azért elég kritikus voltál szezon közben is többször, hát hol az edzővel, hol a csapattal, hogy összességében hogyan ítéled meg ezt a
szezont, amelynek végén valóban egy tavaly a kiesést nem kis szerencsével elkerülő Fehérvár végül is majdnem dobogós lett, de azért én hozzáteszem, hogy tényleg a klub még mostani lehetőségeit is, meg a történelmét figyelembe véve, azért legyen már ez a realitás inkább, hogy a negyedik helyen vagyunk, vagy a dobogóért küzdünk, mint hogy abból induljunk ki, hogy jaj, hát ha tavaly majdnem kiestünk, akkor most örüljünk, hogy egyáltalán bent maradtunk. Nem volt reális, nyilvánvaló ez a csak maradjunk bent, ezt lehetett látni az elejétől is, hogy ez a keret, tehát akkor abból a keretből már távoztak néhányan, meg kölcsön adták Castratit, és hát szerintem hiba volt, ezt még most is tartom, hogy nagyon jó jött volna a bajnokság hajrájába, főleg így beállítgatva az utolsó fél órára megfutni az ellenfél védelmét. Lehet, hogy több pontunk lenne, de most mindegy. Tehát itt volt sok nüansz, amin elment ez az érem. Igen, ha előre azt mondják, hogy negyedik hely, akkor hol a toll írjuk alá, kész, jó napot kívánok. Tényleg nagyon jó szezon volt. Csak így lemaradni az utolsó pillanatban, hogy ezzel a pici hajszállal a dobogóra, ezért egy kicsit már keserűbb lehet a szánkíze. De összességében véve azt gondolom, hogy amúgy is untuk már ezeket az ezüstöket az elmúlt 10-15 évben, szedett 8-at a Vidi, és akkor tényleg, tehát kudarcnak értünk meg egy ezüstöt ugye a 2010-es években. Azt mondtuk, hogy nem igaz, hogy már megint lemaradunk az aranyról, és csak 3-at szereztünk. Most milyen szép lett volna ez a bronz, és egész más megvilágításba helyezik a történteket úgy, hogy mellőre az van kommunikálva, hogy csak maradjunk benn. Tehát ez marketing szempontból sem volt rossz nyilatkozat a tulajdonos nyilatkozata. Jaj, akkor ebben kívül van, hogy megint nehéz lesz, a lasszírok lesz igaz, hogy jó, hogy negyedikek lettünk, mert én még 3-at előre lehet lépni gyakorlatilag. Úgyhogy szerintem ez tényleg rendben volt ez a szezon, várjuk a következőt, minden azon fog múlni most, hogy a csapatot egybe tartják-e, vagy akarják-e egybe tartani, mert ugye van olyan hang, hogy hát most a Karamoko is maradhatna, de jó lenne, de most gyorsan, miután volt 2-3 jó meccs a dán tulajdonos, vagy alapcsapata, akitől kölcsön kaptuk, azt mondta, egyébként 500 000 euróra van beárazva a Transfermarkton, de azt mondta, hogy 1 millió euró, és akkor maradhat. Annyit meg nem akarnak érte fizetni, úgyhogy érdekes lesz, hogy hogy alakul majd az átigazolási piac, meg a Vidi tud-e igazolni, akar-e igazolni, szóval sok izgalmas dolog lesz a következő hetekben. Hát szerintem a Karamoko akár marad, akár nem, a csatára mindenképp szükséges. Mindenképp. A tavaszi szezon nagy tanulsága az volt, hogy nem volt konzisztens ilyen szempontból a csapat. És a katona teljesítőjén pedig visszaesett. Tehát neki lehet, hogy a Kodró hiányzott a lánc szemek közül valami, de nem is vállalkozott annyit, ugye a távoli bombáit említettette is, és tényleg valahogy egy kicsit ő is úgy visszaesett a tavaszra. Igen, itt a csatárposzton például a Szabó Levi szerintem jobb futbolista, mint Gradisár, legalábbis a tavasszal számomra így derült ki. Jók voltak az igazolások, de nyilvánvalóan itt mindig van azért szerencsefaktor. Visszatérve erre a tavalyi bemaradásunkra, az idei lecsúszásunkra a bronzról, itt a kupadöntőre még egy mondatot, tényleg elképesztő élmény volt, 52 000 nézőt a kupadöntő, és a Paks történelmet írt a bajnoki ezüst mellett. De azért hozzáteszem, hogy ott is volt óriási szerencsefaktor, hogy a 10. perc piros, majd utána egy 11-es, és kihagyják. Utána Bognár Gyuri aztán lemeccselte Stankovicsot, de hogyha a Fradi a 10. percben 10 ember ellen berúgja a 11-est, ott valószínűleg 5 a vége, és ott nincs edzői varázslat. Hát, most ebben a műsorban biztos nem fogunk a Paks-Fradi kupa döntőről beszélni. Csak a szerencsefaktor nyilván mindig jelen van a fociban, hozzáteszem, hogy Bognár György maga is elismert, hogy ez a Paks az nem az a Paks volt, amit ő például szívesen lát. Itt azért tényleg egyébként brutális aprítás ment, tehát itt derék alatt nem nagyon rúgtak, és a Paks nem is nagyon szégyelte ezt a harci modort, a Fradinak meg egy idő után ez nem ízlett. Mindegy, nyilván a szerencsének mindig szerepe van a dologban. Levi, még akartál az elő valamit erre a nem tudom, támadó szekcióra reagálni? Nem, a Vidivel kapcsolatban akartam tényleg mondani, hogy jövő szezonban azért ne felejtjük azt se, hogy nagy eséllyel most kiesik a Vidi 2. És azért az is egy nagyon-nagyon nagy visszalépés lesz a klub számára, hiszen azok a fiatal játékosok, mert láthattuk az idei szezonban, és nekünk volt a legkevesebb fiatal percünk, annak ellenére, hogy azért kaptak lehetőséget a fiatalok. Tavasszal. Igen. Ezek a fiatalok, ezek hol fognak ilyenkor majd pallérezódni? Megszűnt az U21-es csapatunk is, tehát most elég nagy bajban van azért ez a klubban, annak ellenére, hogy negyedik helyet elértünk. Hát, ez egy külön misét nyilván megér, maga az is, hogy ebből a, és nem csak Fehérváron, de agyon támogatott utánpótlásból milyen játékosok jönnek fel, illetve azok mennyi szerepet kapnak, meg az is, hogy Fehérváron valójában mi a helyzet. Szerettem volna egyébként, sokáig tervbe volt, hogy Simek Pétert azért megpróbáljuk behívni a Fehérvár TV egyik műsorába, ha már itt van Fehérváron az utánpótlás vezetőjeként. Sajnos nem jött össze, nem a mi szándékunkon múlt. Aztán lehet, hogy majd már ő sem sokáig lesz itt, ki tudja. Jó, hát a Vidiről ennyit, nyilván nagy téma lesz majd valóban, hogy a csapat
vezetősége, illetve tulajdonosa milyen szándékokkal áll a következő szezonhoz. A sportigazgatója. Bízunk benne, hogy ez a nemzetközi szereplés azért másokat is megmozgat. De a VAR témát nem akarom még elengedni, mert az elmúlt hétnek ez egy óriási sláger témája lett, és most már ugye annyi tapasztalat van is mögöttünk, hogy beszélhetünk róla. Angliában például a Wolverhampton azzal az ötlettel fordult ugye a ligához, hogy hát szavazzák meg, hogy legyen a következő szezonban VAR. Ők azt szeretnék, ha nem. Ehhez azért olyan egyértelmű támogatás kell, ami nem valószínű, hogy összejön. De az, hogy a világ legerősebb és legnagyobb figyelemmel követett bajnokságában ez egyáltalán felmerül, hogy vezessék ki a VAR-t, ez nyilván olyan sérelmekből fakad, amik azért jelentős üzleti érdekeket is sérthetnek. A másik eset, ami szintén nagy visszhangot vert, az olasz kupa döntő volt, ahol egyébként Vlahovicstól egy hajszár ugyanilyen gólt vettek el, mint a Viditől, egy gyönyörű bemozdulás, gyönyörű csúsztatott fejes, katarzis, kirohant, fölmászott, őrjöngtek, 2-0, eldőlt a kupa, és akkor ott is elkezdtek varozgatni, és 3,5 milliméter alapján elvették a lest, vagy a gólt. Juventus szerencséje, hogy ott ezzel együtt is megnyerték a kupát, kibekkelték ugye az Atalanta ellen. Szóval történtek dolgok, és akkor ott volt még tegnap az NB2-ben nem tudom, néztétek a Győr-Vasas rangadó, ami semmi másról, mint a feljutásról döntött, tehát ilyen elég csekély tétje volt, bár még van egy forduló. Hát ott meg 2 vagy 3 olyan gól volt, ami ha van VAR, akkor szerintem minimum 2-t visszavonnak, mert még szabad szemmel is elég egyértelműnek látszott, hogy a gólvonalon belestukkoló játékos mekkora lesen van, vagy a védők mögül induló játékos. Tehát ez meg visszahozta azt az időszakot, amikor nem volt VAR, és kénytelen voltunk azt mondani a nézőtére, hogy hát lehet, hogy les volt, de hát elengedték. Hogy mit akarunk ezzel a VAR-ral? Mert nekem az egész azt üzeni, hogy hiába van technika, és tényleg komputer, meg számítógép, meg 8 kamera, meg azonnali, még mindig az emberi hülyeség fogja eldönteni. Tehát ha Angliában felmerül, ez azért van, mert az angol bírók is egyszerűen képtelenek voltak normálisan alkalmazni. Az egyik meccsen így, a másik meccsen úgy, hogy egyáltalán megvizsgálják-e. Ha megvizsgálják, szólnak-e a játékvezetőnek, hogy gyere ki, nézd meg. Ha szólnak, akkor ő mit döntett. Meg minimum 3 olyan faktor van, aminél azt mondod, hogy hiába a technológia, még mindig az az egy, és nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy például itt Fehérváron milyen kommunikáció zajlott a VAR-kocsi és a játékvezető között, mert azt nem fogjuk soha hallani. Olyan elsőre kijött, másodikra pont ennél, hogy miért nem jött ki, miért nem nézte meg? Jó, tudjuk, ha megnéz az általában, az nekünk nem jó, de legalább tényleg. Tehát ha már vannak összeesküvés elméletek arra vonatkozóan, hogy egy eredménynek hogyan kell alakulnia, mert az valakinek miért jó, akkor azért én nagyon meghallgattam, hogy erre vonatkozóan, vagy ezt finoman érintve mi hallatszik el egy 90-valahányadik percben szerzett gól után, tehát azt mondják a játékvezetőnek, hogy hát figyelj, lehet, hogy les volt, inkább ne add meg, vagy azt mondják, hogy gyere, nézd meg, legyen a tiéd a döntés, vidd el te a balhét. Szóval ez az egész VAR, mintha még így most már több mint 2 évvel az általános bevezetése után még mindig nagyon emberfüggő lenne. Még mindig, és csak is emberfüggő, és ez a baj, hogy ott is olyan játékvezetők, akik egyébként fújnak is, tehát cserélgetik őket a VAR szobába, akik egyébként gyakorló játékvezetők, és ők néha szeretnek szerepelni. Tehát van egy-két ilyen színházba való játékvezetőn, Karakó is ilyen, Bogár Gergő is néha ilyen, láttam tőle nagy homorításokat, hát VAD 2-ről nem is beszélve, akit annyira szeretnek Fehérváron teljes joggal, hogy ihaj. Szegény ezzel a névvel volt már VAD 2, most már VAR 2 lesz, igen, mert nem nagyon tudja megúszni. Tehát ott van a téma most jelen pillanatban, hogy én azt mondom, hogy jó a VAR, kell a VAR, tök jó, de ne milliméterezzünk, mert tehát ez agybaj. Tehát, hogyha nem egyértelműen és nagyon les, tehát mondjuk nem fél méterrel, és látha, jól láthatóan ott van bent, az lóg be a csatár, akkor azt mondjuk, hogy hagyjuk, elengedtük, kész, jó napot de kívánok. Nem csak a lesekről van szó. Meg sok minden másról, persze. Tehát az első VAR-os élményen tévén egy Bundesliga meccs volt, talán a Mönchengladbaché, akkor döbbentem meg, hogy ebből azért lesznek problémák, lefújták a fél időt, két csapat bement az öltözőbe, szurkolk a bifébe, és visszarángattak mindenkit, mert egy VAR-os sztori miatt büntetét rúgtak. Vagy az, hogy egy gól a másik oldalon, és 10 perccel korábban kis túlzással, még 40 másodperccel, a túloldalon szabálytalanság piros, vissza az egész, és 10 emberrel folytatják. És aztán kiegyenesedett. Annak idején a 2011-es BL döntőt megnyerte a Barcelona, Messi gólt fejelt, és Kassaiék vezették. És utána én mondtam, hogy szerintem ott az egyik akció, és azt mondta, hogy lehet, hogy 30-40 centi, de nem fog senki ránk szólni, mert a támadó focit kell segítenünk.
és lement a szombati vidimeccs, felúcsultam, vasárnap elmentem a Siófok Kozármisleinre, és ott a Siófok igazgatójával, pont Illés Jánossal beszélgettünk, az egyik legöregebb, nagyszerűbb róka a magyar futballban, és mondom, jó ez a VAR, de én engednék egy 30-40 centit, hogy ide-oda, ez férjen bele. És azt mondta, hogy pont ez a lényege, hogy akkor, de miért nem 31, vagy miért nem 21, itt nulla, tehát nulla centi, erre van ez kitalálva, csak erre mondta Bognár György többször, hogy az a baj, hogy hol a bokájához húzzák a játékosnak, hol a felkarjához, hol a vállához. A centiket nem lehet a VAR-ral sem megítélni. Azt nem tudod mérni, hogy valóban mennyit tett hozzá. Tehát és azt, hogy aki húzza, az miért oda húzza? Igen, tehát én még mindig ott vagyok ezzel, hogy ennek van valami emberi motivációja, hogy éppen meg akarom-e adni, meg akarom-e vizsgálni, rászólnak a sporira, hogy figyelj, lehet, hogy volt valami, lehet, hogy visszaszól, hogy hagyjátok a francba. Tehát nem tudjuk, hogy ez hogy működik, nincsenek kötelező protokollok, előírások, vagy olyanok, amiket mi ismerünk, és hát a másik dolog, és erről is lehetne hosszan beszélni, Kassai Viktort említetted, 2011-ben akkor BL döntő, tudjuk, hogy volt világbajnokságon, olimpián döntőben, tehát volt egy játékvezetőnk lassan 10 éve, aki még számított, és most már lassan ennyi ideje, magyar bíró nemhogy fontos meccset, de semmilyet nem kap. Semmilyet. Se kupában, se Európa-bajnokságon, világbajnokságon nem beszélve, és ez nem hiszem, hogy ez csak a lobby miatt van, mert annak idején persze Puhl Sándornak jó háttere volt, szerették a FIFA-nál, nyilván Kassainak is megvoltak azok az emberei, akik őt nyomatták, de ettől még kellett hozzá egy képesség. Annyira bűngyengék a magyar játékvezetők. Retten, néha ránézésre is azt mondom, hogy valószínűleg a megyében nem találkozol ilyen szintű alkalmatlanokkal. A zavarodottságot látom olykor a fejükön. A VAR nyilván egy lehetőség a játékvezetőnek, hogy letegye a felelősséget, meg arra is, hogy adott esetben ő legyen a kiskirály a szemétdombon, és azt mondja, hogy de akkor is. Ehhez kell egy emberi, meg egy szakmai kvalitás. A magyar játékvezetés szerintem katasztrofális, de lehet persze, hogy nem az egyetlen rossz dolog a magyar fociban, mert most itt az utánpótlásról is elmondtam például, hogy milyen problémák vannak. Tehát szerintem azért egy emberi, egy szakmai minőség is hiányzik ahhoz, hogy a VAR-t maximálisan ki tudjuk használni. Van egy kétes szituáció, és abban a pillanatban a játékvezető dönt valahogy, megítéli a gólt, vagy lest fúj. És ha kiviszik videózni, akkor egész biztos, hogy megváltoztatják. Tehát ott még az az döntés nem nagyon... Olyat még én sem láttam. Igen, tehát, ha kimegy, akkor biztos, hogy az a teljes ellenkezője. Megteheti, hogy annyira karakán, hogy nem érdekeltek, akkor is az lesz. De ezt nem nagyon vállalják fel, mert ott nyilván a varkocsiba 10 kamerában látják, tehát, és nem mindig perdöntő a 10 sem. Tehát nagyon nehéz. Itt korábban nagyon nehéz dolga volt egy bírónak, mert ráadásul egy BL döntőn vagy egy VB elődöntőn, ott 22 zseni, és mindenki megpróbálja átverni. Tehát ahhoz képest ez a VAR, ennek van hasznos eleme, csak nagyon sokszor mondom, nem teljesen egyértelmű, hogy hova húzod a vonalat, és innentől kezdve viszont akkor már óriási káosz. Meg egyébként azt sem értem, hogy miért kell akkor a pályán dönteni a bírónak, hogyha ott van egy másik bíró a varkocsiba, tehát ő alkalmatlan arra, hogy eldöntse az esetet, inkább menjen ki. Az a bíró, akinek folyik az izzadság a szemébe, ő nézze meg újra. Számomra ez is érthetetlen, hogy miért nem tudnak a varkocsiba dönteni erről az egész dologról. Hát igen, valóban, ugye... De az NFL-le szoktak példálozni, mert ott is ugye már nagyon régóta bevezették, megnézi a játékvezető, eldönti, viszonylag hamar azért hoz egy karakán döntés, ráadásul ott ugye 100 000 ember előtt ki kell hangosítani a mikrofonját és megindokolni, hogy milyen döntést hozott. Ez itt nincs, tehát itt mondom, marad egy csomó ilyen szürke, sötét árnyalat, amiről nem tudod, hogy a játékvezető döntötte, a varkocsiba döntöttek-e, kommunikáltak ezek egymással, mi volt ebben a kommunikációban, és hát akkor jönnek az összeesküvés elméletek nyilván, hogy ki és mi. Akkor viszont tulajdonképpen semmi nem változott, mert régen, amíg egy hülye fújt, már bocsánat a játékvezetőktől, most ilyen nézem, addig azt lehetett szidni. Most meg már se tudja az ember lassan, hogy kit szígyjon, hogy ő volt-e, aki itt megvezettek, vagy ő volt, aki azt mondta, hogy őt nem érdekli. Egyébként minimum, hogyha a tévében nyilvánosra tennék a beszélgetést a két bíró között, a varkocsiban, meg a pályán lévő között, akkor biztos, hogy nem lennének ilyen problémák. És igen, és tegyék ki, nyugodtan tegyék ki kivetítőre, mert pont azért tudnak sumákolni, meg ilyen döntést hozni, mert nem látja senki. Hát ezzel védik őket, mint hogy a lassításokat is mindig sehol nem lehet. A szurkolókat és a tévedés által sújtott csapatokat kivédi. Ez a papír nem csak hogy demonstrációt tartsak a lesz szabályban, hanem van egy hír, amit kinyomtattam, ez arról szól, hogy tesztelnek egy ilyen challenge rendszert, aminek az lenne a lényege, hogy most valamilyen utánpótlás tornán
nem érték, hogy mint a most kosárlabdában is van, meg teniszben, hogy az érintett felek, itt konkrétan az edzők kérhetnének két challenge-et, és akkor a VAR-t akkor alkalmazzák, amikor ezt kérik, ugyanazoknál a szituációknál egyébként, tehát mondjuk a mezőnyben azért egy szabálytalanságra nem, de lesnél, 11-esnél, piroslapnál, beazonosításnál ezekre lehetne, és akkor a játékvezető kötelező lenne, hogy megnézze, és ha igaza volt a challenge kérő edzőnek, akkor megmarad a két lehetőség, ha nem, akkor egy elveszett. Lehet, hogy ötöt is kérhet, így, ha csak mindig igaza van. Az mondják, hogy biztató, minden, csak számomra az nem világos, hogy ettől még megmaradna-e az is, hogy a varkocsi dönti el, hiszen mi van, hogyha az edző, hát nyilván nem fog a saját érdeke ellen beszélni, a másik meg esetleg nem veszi észre, de mégiscsak történik valami nyilvánvaló, tehát ennek a kettőnek valahogy együtt kellene működnie. Ott volt a Bayern München, Real Madrid visszavágó, ott is megállították a német akciót, ami góllal zárult a végjátékban, nem volt az, de a kérdés az, azt nem értettem végképp, hogy miért nem engedik végig az akciót. Tehát ilyenkor, amikor van egy les helyzet, elindul a csatár, az elviszi a kapuit belőle. Óriási hiba volt, és a Bayern vannak annyira intelligensek, hogy ezzel nem éltek vissza. Az VAR-t, amikor bevezették, rögtön eszembe jutott a 86-os VB elődöntő, az angol-argentin, ahol Maradona kézzel ütötte azt a gólt. Tehát az ma már lehetetlen, és azokat a helyzeteket állítsuk is meg. Tehát ilyen ne történhesse meg. Csak mondom, itt az a kérdés, hogy hova húzom a vonalat, illetőleg van-e olyan perdöntő kamerám. Finomodott ez a VAR az elmúlt két évben, meggyőződésem, de még mindig vannak nehéz helyzetek. Például a technológia szerintem az tiszta, de például az argentin-német a legutóbbi VB-n, hogy abból kapták a németek azt a gólt, ami a kiesésükhöz vezetett. Ott az alapvonalnál a labda elhagyta a játékteret. A labda kint volt 10 centivel. De kikockázták, hogy teljes termedelmével 1 centit csípte, holott a labda valóban ténylegesen, amikor a talajhoz ér. Hát még a látószögön is vacakolnak, igen, hogy igen, innen úgy tehát, tűnik, de ha fölülről nézzük, igen, és kicsit balassagyarmat felé haladva, akkor igen, már úgy tűnik, hogy mintha... Az Ipoly túloldaláról, igen. Hogy van a panoráma kép. Az angolok egyiket ne panaszkodjanak, mert lehet, hogy Maradona gólját nem adták volna meg, ugyanakkor rúgott azon a meccsen ugye egy olyat, ami a világ legnagyobb gólja volt, másrészt meg ők 66-ban nem lettek volna világbajnokok, mert a Hörz gólja meg szerintem nem úgy nem haladt át teljes terjedelmére. De ott valamiért meg nekik fújtak kedvezően, hiszen ők játszottak otthon. Na mindegy, igen, tehát szóval, hogy szerintem a közeljövőben is lesz ez még téma, hogy ezzel a VAR-ral mit kellene kezdeni. A Vidit pedig hát zárjuk annyival, hogy ezzel a bal szerencsés és számunkra szomorú momentummal együtt is ennél a negyedik helynél ne legyen rosszabb. Aztán reméljük, hogy a nemzetközi kupában is majd nem a VAR-ról, hanem az eredményekről fogunk beszélni. Én azért várom a nemzetközi kupát, mert a Covid alatt 2020 augusztusában volt a Stade Reims. Biztos teltház, és a francia élcsapatot vertük, aztán utána Antwerpenben kiestünk, de például itt volt a Köln meccs. Egyetem egyik a legnagyobb élménye volt hazai pályán, hogy ilyen szintű csapat ellen 15 ezer néző. Tehát én várom ezeket a nyári meccseket, és igazából ezért örülök ennek a negyedik helynek, mert jó lesz várni a sorsolást, jó lesz kicsit beszélni arról, hogy jön valami csapat, aztán lehet, hogy mondjuk csak a máltai bronzérmes az első körbe, de utána én nagyon bízom abban, hogy jön egy igazi nagy hal, akit megverünk, és utána... A legendás máltai bronzérmes, csak nehogy aztán megakadjon a torkunkon, mint annak idején ilyen könnyenek hitellenfelek. Komolyabb kuk vagyunk. Igen. Meglátjuk, az biztos, hogy így most lesz ugye nemzetközi kupameccs a Sóstói stadionban, és reméljük, hogy nézők előtt valójában. Maradt még annyi időnk, hogy azért ne csak a fociról beszéljünk. Ugye a kosárlabda csapat megszerezte a bronzérmet a bajnokságban, ami elég egyértelműre sikeredett. Az Alaegerszeget háromszor is gyakorlatilag lemosta a pályáról az Alba, úgyhogy nem is ez a kérdés. Ott legalább tényleg az van, hogy a bronz párbaj vagy a bronzmes győztes, az mindig boldogan fejezi be a szezont. Ugye legyen szó akár egy világbajnokságról, egy tornáról, ha te az utolsó meccset megnyered, akkor jó szájízzel távozol, és hát most itt ez történt, miközben a Szolnokot meg ugye a Falkó végül is, hát ha nem is lebuciszta, de simán megverte a döntőben, ahogy az várható volt. Most mi vagyunk a Szolnok helyében, akkor szomorkodunk, hogy megint nem sikerült nyerni, így meg van egy bronzérem, de azért nekem így összességében elnézve ezt a döntőt, az a hiányérzetem meg, hogy szerintem az Albának kellett volna ott lenni, tehát én azt gondolom, hogy ebben a szezonban az Alba volt a második legjobb magyar csapat. Tény és való, hogy ez a lebonyolítás és a playoff rendszer egy bővebb kerettel rendelkező csapatnak kedvez, még úgyis, ha minőségileg azok a játékosok esetleg nem is olyan jók. Hát az, hogy gyakorlatilag 6 mérkőzésnyi előnnyel fejeztük be a bajnokság az alapszakaszt. Tehát annyit nyugodtan még lefeküdhetett volna, ifik játszhattak volna, serdülők, anyukám, bárki,
6 meccset elveszett még az Alba, akkor is a második helyen marad, minimum annyival vert az Alba és a Falco ezt az egész mezőnyt, tehát nyilvánvaló, hogy a második erő minimum az Alba volt, hogy picit hosszabb a kispadunk, mert láttuk, amikor Roberts kiesett a Szolnok ellen, akkor mindjárt bajban voltunk. Ugye előtte beszéltük sokszor itt a fegyelmi ügy kapcsán, na most ha ők nincsenek, akkor ajaj. És tényleg, tehát egy embernél is látszott, hogy mi a probléma. Ha tud az Alba egy picit tekerni még ezen a költségvetésen annyit, hogy legalább egy játékossal, egy jó magyar játékossal, persze tudom, mindig mondja mindenki, hogy hát ki az, hát a magyar mezőnyben alig van jó magyar játékos, azért nyilvánvaló, hogy van 1, 2, 3, 4, 5, 6, akiből lehetne egyet ideigazolni, vagy a Lukács Norbit visszahozni esetleg, mert mondjuk ő most azért egy elég jó játékos lett Magyarországon, itt született, itt nőtt fel, és ugye egyáltalán ismerjük nagyon jól a családi hátterét is, ugye az édesapjával én is együtt fociztam nagyon sokáig, Laci is azért vitte olyan sokra. Azért vitte olyan sokra, igen. Nyilvánvaló. Szóval vannak itt, lehet igazolni, de ez nyilván ez a tanulság ennek a szezonnak, hogy az Alba, amikor mindenki hadrafogható, jó volt, és rendben volt, akkor partiba is tudott lenni a Falcóval, láttuk az utolsó meccset, jó, arra meg lehet mondani, hogy már nem volt tétje, de azért, na, mégiscsak. Kitárgyaltuk már a múlt héten, hogy ez a 22 pontos előről elveszített Szolnok elleni mérkőzés. Az volt a kulcs. Ez volt a kulcs. Ezzel hát együtt, kétszer például, annyi pontja volt az Albának. De például nem tudom, hogy ha Roberts megint a haj, és megint ezt elmondtuk a Vidi kapcsán is, tök mindegy, de hogyha mondjuk Roberts játszhat akár a szolnoki mérkőzésen, ez a hat emberes rotáció, egy kis jó indulattal hét emberes is, szerintem ez képviselt olyan minőséget, hogy lehet, hogy egy vereséget ki lehetett volna javítani. Az más kérdés, hogy mire lett volna elég a döntőben. Ott voltam Szolnokon azon a mindent eldöntő meccsen, le a kalappa a fiúk előtt, 5 perc a vége előtt fogytunk el, de ott már szünetbe érezhető volt. Azért a Szolnoknak volt 4 bevethető embere a padról, nekünk nem volt, de aki ténylegesen hozzá tudott volna tenni, olyan egy sem. Úgyhogy ez valóban 1,8 másodperc a vége előtt ezen az ominózus fehérvári meccsen, hogy ezt befújták. A kikockázott videóból sem volt számomra egyértelmű, hogy Falcónak tehetnek. Sem. Ebben a szezonban minden csapat, minden bajával a játékvezetés tehet. Tehát valóban ilyenkor a bíró ott nagyon tökös akart lenni, és hogy ő akkor is oda befújja, és kiesünk, vagy illetőleg kikapunk. Azt rá szokták bízni a csapatokra. Tehát itt ilyen kiki szituációt egy bíró nem nagyon szokott befújni, de mondom, a videó alapján én nem tudtam eldönteni, de az biztos, hogy 22 pontról itthon kikaptunk, az egyértelműsítette, hogy ebből bronzderbi lesz. Kevesen voltunk sajnos. Hiába jósoltad meg, hogy a csapat úgyis döntős lesz. Igen. Hát voltak ebben a szezonban ilyen kapufáid, Laci, nem baj, azért nagyon sok kapufám volt, de és az, nem is az volt, hogy kapufa, hogy kifele pattad, az volt a nagy dráma. Igen. Szóval ezzel együtt szerintem ez a bronz, ez jó. A csapatnak egyébként ebből az éremből van a legtöbb. Érdekes, hogy 96-ban ott voltam még a régi csarnokban, amikor először, hát azt még azért nagyon megünnepeltük. Még előttem van, hogy Rashid Abeljanov, aki akkor az Albakomp edzője volt, locsolja a pesgőt. Ugye ő annak idején játékosként Szolnokon volt igazi legenda, és itt Fehérváron meg hát azzal lett, hogy megszerezte edzőként a csapattal az első bronzérmet. És akkor egyébként épp úgy az Zalaegerszeg volt az ellenfél, csak akkor az Zalaegerszeg még sokkal nagyobb névnek számított a Fehérvárnál. Tehát, hogy van ebből az éremből jó sok. Én mondom, azért sajnálom, mert én elnéztem ezt a Szolnokot például, és nekem meggyőződésem, hogy nekik nem volt egy darab, talán az irányító, de a többi légiósuk olyan volt, hogyha bármelyik magyar csapatba beteszed, meg se jegyzed. Tehát ilyen tucat szám Magyarországon előforduló amerikaiak voltak. Van egy jó meccse, néha zsákol egy olyat, hogy leszakad a gyűrű, olykor bever 3 triplát. Jó, azért mégis nyertek egy kupát, tehát nem gondolom. Összeálltak azért csapatként, tehát ez vitathatatlan. Nyilván a 3 edzőváltásuk volt. Tehát azért egy olyan szezon végén játszottak döntőt, amikor még a saját szurkolóik is a pokolba kívánták ott sokszor még a klubvezetést is, hogy nem tudnak egy normális edzőt hozni. Összeálltak ezzel az edzővel. És tényleg a mennyiségnél itt most vagy a minőségnél a mennyiség többet számított, mert ez az edző tudta használni azt a keretet, ahol azért egy negyedik, ötödik csere is olyan magyar játékos volt, aki a más nem tudott, hogy a sarokból kétszer be fogja verni a triplát. Hát nálunk ilyen nem volt. Volt egy nagyon rosszul sikerült szezon elő, és érkezett Vidin, akit szeretünk a neve miatt. Egyébként ott a Szolnokia csak Luca Brasinak nevezik, de nagyon nagy szeretettel beszélnek róla, hiszen valóban összekapta őket. A Szeged
mai érthetetlen módon legyőzte őket a kupa elődöntőben, megverte azt a Falkot, akinek előre odaadtam volna az aranyérmet. Ők ezzel kifogytak. Még mert... a kupa? Igen, két, a Lak és a másik légiósok, tulajdonképpen két légióssal mentek végig, az ők extrák, de az biztos, hogy a magyar magjuk nem volt annyira, és Szeged aztán később majdnem kiesett a bajnokságból, de sikerült elmaradni, ők ment a levesbe a Kaposvár, aminek nem örülök, de ez egy új helyzet. Tehát tulajdonképpen a Szolnok tökéletesen összeállt, nagyon jókor jött az edző, jó edző, jól nyúlt a kerethez, és mondom, néztem a padot, és a pad erős volt. És az biztos hasonló, kicsit visszacsatolok magamhoz, hogy a Vidinek a negyedik helyről van hova előre lépni, most a kosarasoknál, és ezt is megint a pozitivitás, hogy jövőre megcélózok az ezüstöt. Amire egyébként a játékos állomány keretében valóban, csak így, ha kiesik egy kulcsember, rossz fiúk voltak előttőleg, ketten hiányoztak, tehát önképpen azért így nehéz, tehát itt valóban így ilyen sztoriba, hogyha ennyire kiélezett a végjáték, akkor hat domináns emberrel tényleg nem lehet megnyerni egy bajnokságot. Az is érdekes párhuzam egyébként, azon kívül, hogy valóban most a Nemzetközi Kupában az Alba is megint érintett lesz ezzel a bronzéremmel, hogy itt is az utánpótlásnak azért ugye felmerül a kérdése, a minősége, főleg úgy, hogy a következő szezontól jelenlegi tervek szerint már csak 4 légiós szerepelhet. Ez azt jelenti, hogy annak a nagyon kevés magyar játékosnak, aki van Magyarországon használható, annak nyilván még jobban felmegy az értéke minden értelemben. Jobb játékos ugyan egyik se lesz. Viszont sőt, megszűnik az U23-as szabály is, tehát ez is azért befolyásolja. Tehát többet fog érni minden magyar játékos. Olvasom, hogy itt kikért, mely a harc, és melyik csapat, vagy Fehérvára is mondanak ilyet, meg olyat. Olyan játékosok fognak komoly szerepbe kerülni, meg komoly értéket képviselni, akikről lehet, hogy most így hirtelen fel se tudsz idézni, hogy egyáltalán mit csináltak eddig a mezőnyben, és nyilván ez egy komoly leszke lesz Simon Balázséknak is, hogy például ezt a most nagyon népszerű keretet, az Albának ennyire szerethető, a közösség általi szeretett csapata is régen volt, minden légiós szerettünk, Vojvoda Dávid, brutálisat ment egyébként a playoffba, tehát 25 pontot átlagolni egy rájátszásban az elképesztő. De hát valahogy hozzá kell nyúlni, hiszen ugye egyre kevesebb légiós, és meg kell próbálni magyar játékos szerezni olyat, aki nem az van, hogy most a Zubiaga majd, ha kedve lesz, akkor a szezon utolsó meccsén 2 percre beküldi, mert idén ült olyan is a padon. Szóval azért itt nagy kérdések vannak még, hogy lehet ezt a keretet majd ütőképesen összerakni. Hát amúgy úgy látom, azért gondoltunk erre a dologra, tehát most igazoltunk. Például ott van a Fazekas, szerintem a Kass Balázs is most már egy egészen stabil játékot hoz. Én szerintem annyira nagy bajban azért nincsen az Alba a többi csapathoz képest, de hát nyilván azért ez valóban az elmúlt évekhez képest egy váratlan szituáció, hogy nekünk magyarokat kell játszatni, mert nem is tudom, én mióta legalábbis kosárlabdát nézek, mindig legalább 6 légiósra kellett csak számítsunk. Nem nézel olyan régen kosárlabdát, az a baj. Hát igen, valóban. Az első aranyérben akkor nyert a csapat, amikor 2 játszhatott egyébként, 2 légiós. Az azt hiszem, amikor lehet. Hazai szinten akkor egészen klasszis magyar játékosai voltak az Alba kompnak. Szóval én ott látom a nagy kérdéset a következő szezonnak, hogy milyen magyar tud igazolni a csapat, mert hát ha már Fazekast említette Szegélyt, hát ővel azért nagyon beljebb nem voltunk. Hát de még mindig láttuk a pályán, mint azt a kis Benedeket, akit nyáron idehoztunk Nyíregyházáról, és gyakorlatilag az utolsó meccsen eldőlt állásnál, plusz 30 pontnál végre felengedett a pályára Zubiaga. Ez bennem felveti a kérdés, hogy akkor végül is kiigazol, meg milyen szisztéma szerint. Mert az látszott, hogy a spanyol mester gyakorlatilag abban a 6 emberben bízik igazából, a többiek pedig jöttek, amikor muszáj volt. Jó, hát reméljük, hogy azért jövőre is lesz miről beszélgetni, és fehérvári sikerekről. A műsor mai adása ezzel véget ért. Jövő hétre még tervezek egy kezdőkört, amelyben már kicsit előre tekintünk a nyárra várható nemzetközi eseményekre is, hiszen foci EB-t, olimpiát rendeznek, még a Bajnokok Ligája döntő is előttünk lesz. A fehérvári sportnak pedig szépen majd lecsengetjük ezt a szezonját. Bízunk benne, hogy a kéziseknek kiszurkoljuk azért a bentmaradást, hogy ne legyen annyira negatív a végkicsengése a szezonnak, és aztán elvegyünk mi is majd egy kis nyári pihenőre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is velem, és hát reméljük, hogy varozás után is ez egy értékelhető adás marad. Viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.